A Rákóczi Szövetség 17 középiskolai szervezetének több mint 100 diákja kirándult a hétvégén a Párciumban. Szegedről érkeztünk. Köszöntesül érkeztem. Makóról érkeztünk. Hajdúdörögből jöttünk. Debrecenből jöttünk. Nagyváradról. Leginkább az élmények. Igazából az élmények miatt jöttünk. Határon túlra szerettem volna eljutni, és ez egy nagyon jó lehetőség volt számomra, hogy szétnézek itt, és új barátokat szerezzek. Én az eddigi összes Rákóczis programomon azt éreztem, hogy több pontjáról az országnak, vagy akár határon túlról is olyan emberekkel ismerkedtem meg, akiknek a barátságát semmiért nem adnám semmi pénzért. Összekavácsolódott szerintem a csapat, elég családias a hangulat. Nagyon örülhetek, hogy tagja lehetek a Rákóczi Szövetségnek, és ellátogathatok Kühnhomba. A hétvége programja érintette többek között Nagyszalonta, Nagyvárad, Arad, Máriaradna és Temesvár látnivalóit. Az Arany János Múzeum tetszett, nagyon interaktív volt, tetszett, hogy test közelben láthattuk a tárgyakat, például azt a széket, amiben meghalt, és ez nagyon érdekes volt számomra. Nagyon tetszett a városnézés, most is itt voltunk templomban, meg nagyon jók a programok. A Rákóczi Szövetség középiskolai programjai között régi nagy hagyománya van a regionális kirándulásoknak, amikor magyarországi diákok a határ másik oldalán élő társaikkal közösen keresik fel egy-egy külhoni terület magyar történelmi és kulturális vonatkozású helyszíneit. Most érkeztem Magaradra, állítólag mindenkinek nagyon tetszik, akikkel beszéltem. Nem várjuk, hogy vége legyen ennek a kirándulásnak, mert nagyon jól érzi magát mindenki, hál' Istennek. Úgyhogy köszönjük szépen, Rákóczi Szövetség! Osztálytársaimmal és barátaimmal jöttem el, rengeteg élményt és emléket vihetünk haza, és rengeteg tudást. Nagyon örülhettem, hogy itt lehettem, és remélem máskor is eljöttek.